kezdetben Lázár testvéreit megüzenték Jézusnak: Uram, nézd, beteg, akit szeretsz. Amikor Jézus megfogott, ezt így szólt: ez a betegség nem halálos, hanem Isten dicsőségére fog szolgálni, hogy Isten fia megdicsődjön. Jézus szerette őket, Mártát, Máriát és Lázárt. Amikor tehát meghallotta, hogy Lázár beteg, két napig ott időzött még, ahol volt. Aztán így szólt a tanítványokhoz: menjünk el ismét Júdeába. Amikor Jézus megérkezett, Lázár már 4 nap a sírban feküdt. Amint Márta meghallotta, hogy Jézus jön, elhiesietett, még Mária otthon maradt. Márta így szólt Jézushoz: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De tudom, hogy most is bármit kérsz Istentől, megadja neked. Jézus ezt felelte neki: testvéred fel fog támadni. Erre Márta így szól: tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. Jézus folytatta: én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meghal is élni fog. Mindaz, aki bennemet hittel él, nem hal meg örökre. Hiszed ez? Márta így válaszolt neki: igen, Uram, hiszem, hogy te vagy a Messiás, az Isten fia, aki a világba jön. Jézus lelke még megrendült, megindult és megkérdezte: hová temették? Azok így szóltak: jöjj, Uram, és lásd. Ekkor Jézus könnyekre fogadt. El a zsidók megjegyezték: nézzétek, mennyire szerette őt. Német azonban így szóltak: ő, aki visszaadta vaklátását, nem akadályozhatta volna meg, hogy meghalljon. Jézus pedig még mindig mélyen megrendülve a sírhoz ment, amely kővel elzárt barlang volt. Jézus így szólt: vegyétek el a követ. Márta az elmúlt testvére megjegyezte: Uram, már szabad, hiszen negyednapos. Jézus ezt válaszolta neki: mondtam neked, hogyha hiszel, meglátod Isten dicsőségét. Elvették tehát a követ, Jézus hírre emelte szemét és így szólt: Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én ugyan tudom, hogy mindenkor meghallgatsz, csak a körülálló nép miatt mondom, hogy higgyék, te küldtél engem. E szavak után Jézus hangos szóval kiáltotta: Lázár, jöjj ki! A halott azonnal kijött, kezén és lábára rátekett leplekkel, aztán pedig a kendővel, ami a fején takarta, Jézus megparancsolta: oldjátok föl, hogy járni tudjon. A zsidók közül, akik Máriához jöttek, sokat hittek Jézusban, miután látták, amit cselekedett. Ezek az evangélium igényi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek, nagybőjt 5. vasárnapon Jézusnak a hatalmát mondja el a halál fölött, és a nagy ígéretét, hogy aki megtehetsz, annak örök életben van. Az olvasmányban Ezekiel próféta a babiloni fogságban ülő nép számára, ugye az Ószövetségben olyan volt az a fogság, mint egy halál, és a prófétáltal megjövendője az Úr, hogy kinyitom a sírjaitokat, és hazavezetlek titeket. De ez a sírkinyitás, ez éppen vonatkozott nem csak a fogságból előjött népre, hanem előképe volt a lelki megújulásnak, a lelki fogságból való szabadulásnak, amit Jézus Krisztus meghozott szenvedésével. S a mai evangéliumban Jézus néhány napon már a szenvedés előtt Betániában jár, illetve hallja ott, ahol van a hírt a 3 testvér közül, Mária, Márta és Lázár, akiket Jézus szeretett. A 2 nővér megüzente Jézusnak: Uram, aki szeretsz a te barátod, beteg. Nyilván testvérek azt látta, hogy sokszor vendégül látta az
se megtenné házunkba, akit annyira szeret, akiben annyira bíztat, hogy most eljön és meggyógyítja az ő beteg barátját. Jézus azonban így szól, a betegség nem lesz kárára, hanem Isten dicsőségére szolgál. És nem ment azonnal, hanem két napig várt. Két nap múlva azonban így szólt a tanítványokhoz, menjünk el Betániába, mert ez egy barátom Lázár elaludt. A tanítványok szó szerint értett, és azt mondták, Mester, elaludt, akkor meggyógyul. De Jézus halálról beszélt, és nyitva megmondta, barátom Lázár meghalt, de örülök miatt, hogy nem voltunk ott, hogy jobban higgyetek. És testvérek, a régi latin mondás, hogy az álom és a halál hasonlítanak egymáshoz. Hát igen, külsőségekben. De nagy a különbség a kettő között. Az álomból felébresztünk az illetőt, az aló embert. A halálból azonban nem tudunk életet kelteni. De én is azért mondja, mert számára ugyanannyi volt a halottat föltámasztani, mint egy aló embert felébreszteni az álmából. És amikor elindul Betániába, Márta és Mária falujába, akkor Lázár már négy napja sírban volt. Ekkor Márta megtudta, hogy Jézus jön, eléje ment, s minden kicsit szembeállva mondta volna, Mester, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvére. De egy is tudom, hogy bármit kérsz, megadja neked Isten. Tehát ő bízott Jézusban. Bízott, hogy hogy lett volna megakadályozta volna testvérük halálát. Testvérek, ezután Jézus azt mondja, testvéred föl fog támadni. Föltámad az utolsó napon, a világ négy utolsó napon. Jézus azonban így szólt, én vagyok a feltámadás és az élet, aki én bennem hisz, nem hal meg örökre. Aki bennem hisz, ha meghal és élni fog, mert én feltámadom az utolsó napon. Hiszen ez? S Márta megmondott Uram, hiszem, hogy te vagy a Messiás, az Isten fia. S ekkor előjött Mária, a másik nővér. Ő is így szólt Jézushoz, ha itt lettél volna, nem halt volna meg testvérem. De Jézus megkérdezte tőlük, hová temették őt. Jöjj, Mester, és nézd meg! Az emberek kimentek, mert Jeruzsálemhez közel volt Betánia, mintegy 3 kilométerre. Sokan jöttek, hogy vigasztalják a két nővér testvérük halála miatt, s kiértek oda a sírhoz, amely szikrába vált sírbolt volt, nagy kővel lefödve. S Jézus, amikor meglátta barátja sírját, könnyekbe fakadt. Látta, hogy a nővére is sírnak, a gyászló sokaság is sír, Jézus könnyekbe fakadt. S testvérek, Jézus valóságos ember volt. Emberi érzelem volt szívében, nemesen gondolkodó ember volt. És az ő barátjának a halála megrendítette. Még mélyen megrendülve ment a sír. De a többiek elnevetették. Ő, aki visszaadta a hatalom a szemevilágát, nem tudta volna megakadályozni, hogy ez az ember meghajjon. Hát testvérek, persze, hogy meg tudta volna akadályozni. Na de hát, Istennek nagyon dicsősége lett az, hogy előjött a sírból, mint hogyha megakadályozta volna a halálát, ha megnyújtotta volna. Isten dicsőségére szolgál. És testvérek, ekkor Jézus azt mondja, vegyétek el a követ a sírtól. Persze Márta nővére megjegyezte, nem lehet Uram, hiszen már negyed nap most már szabad, ugye meleg vidéken vagyunk, a holttest könnyebben vagyunk, azt a eltemették mindig. De Jézus így szólt, ugye mondtam neked, hogyha hiszel, akkor minden lehetséges, meglátod Isten dicsőségét. És amikor elvették a követ, Jézus megkiáltott a sírban,
Lázár jön ki, a hamok kijött, bekötözve, te keze lába, vagy szokás temetőjött, s mondta én is, oldjátok el a kötelékétől. A tömeg mikor látta ezt a nagy csodát és legnagyobb csodáját, de negyen napos halottat visszahívta sírjából, akkor nagyon-nagyon sokan hittek benne. Ez a legnagyobb csoda hitet ébresztett az emberekben. Azonban annál szomorúbb ez a főtanács, az viszont megrendült. Azt mondja, ez ember olyan sok csodát művel, hogy végül mindenki hívni fog neki, és aztán jönnek a romaira, és lerombolják a városokat. És testvérek, ugye arra gondoltak, hogy Jézus egy földi messiás országot alapít, és akkor ez a romaiakat nem tetszik majd. Hát testvérek, Jézus nem akart földi birodalmat, az ő országa nem a világból való. És ekkor azt határozták, hogy el kell fogni Jézus, mert nagyon csodák művel, nagyon sokan hisznek benne. Aztán testvérek, pár nap múlva Betániába jár ismét Jézus, a feltámadt Lázárnak a házába, a testvérek Mária és Márta nagy vendégséget rendezett Jézus tiszteletére. Mária valódi nádoszolajjal megkente Jézus lábát, sajával megtörölte. Sokan jöttek oda, de azon nem csak Jézus kedvényért, hanem hogy lássák a feltámadt Lázárt. Hogy néz ki az az ember, aki négy napig halott volt, sírba feküdt? A kíváncsiság, nem annyira Jézus kedvényért. Kedves testvérek, ez még kellemetlen volt ellenségeinek, ezért kucsatározták, hogy Lázárt is jó volna megölni, mert miatta nagyon sokan hittek. És testvérek, közel Jézus szenvedésének, halál vagy feltámadásának ünnepéhez, Jézus úgy áll elő, mint az élet és halál ura, mint aki a halál magára veszi, de legyőzte a föltámadásával és a nagy hit, amit tőlünk is kíván, amit Mártától is, hiszel-e az ember fiában? És itt mi, ki vagy te? Azt mondja, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki ebben nem hisz, az örök élni fog, ha megvan is élni fog. Már feltámaszt az utolsó napon. És azért a feltámadt Jézusban a valami hitünk reménye. Krisztus föltámadt a halálból, és bennünket is föltámaszt. Osztozunk ugye Jézus halálában, de osztozni fogunk feltámadásában is. Amint Lázár élete keltette, ő csak erre a világra keltette, de az igazi föltámadás, amikor az egész világ föltámad, amikor örökre és felbontatlanul fogunk föltámadni, akkor nem lesz többé halál és semmi más, hogy mondja a jelenések könyve. És testvérek, nekünk is meg kell erősödni hitünkben. Hisszük, Uram, hogy Te vagy a Messiás, az élő Isten fia. Hisszük, hogy Te vagy az élet, az örök élet. Aki benned hisz, az ha meghal is élni fog. Aki belépetett hittel él, az nem hal meg örökre. Erősíts bennünk, Urunk, ezt a hitet, amit Jézus Krisztus csodája, ez a feltámasztás, hogy a saját halála és a saját föltámadása biztosít bennünket. Ő a föltámadás és az élet. Aki bennem hisz, nem hal meg örökre. Testvéreim, vonatkozik ez arra is, hogy egyik a lelki halálban van. A lelki sírokban, ugye a bűn halálában élnek, lelki sírjából. Ott is el kell venni a követ, és Jézus megjárt a lélek sírjába is, a bűnben élemben, hogy jöjj ki, mint Lázár, és kezdjél új életet, egy bűn nélkül életet. Krisztusban, aki a feltámadás és az élet, és nagyból tegyük feladata, hogy lelki halálból előhozzon bennünket Jézus, hiszen értünk vállalta a szenvedésnek kereszt halált. És testvérek, ezért imádkozzunk nagy bőtötödik vasárnapján. Urunk, erősíts meg hitünket,
hogy te vagy a föltámadás és az élet, hogy hittünk benned, amit a hiszegekben mondjuk, hiszem a test föltámadás az örök életet, az, hogy a lelki halálba is életet kerüljünk, és osztozzunk a te föltámadásunkban, és egykor örök dicsőségedben. Amen. Isten tisztelte meg. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, ami unokban, aki fogadtatott Szentlélektől, született Szűmáriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a holtak közül, fölment a mennybe, ott van mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön velünk élni, élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus vagy a Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk testvérek, jövünk Jézus Krisztushoz, aki Lázár feltámadásával megmutatta, hogy a föltámadás is az élet, hogy egyházat szentségei által minél többen életet támadjanak a lelki halálból. Téged hallgass meg minket. Hogy az élet szolgálatában a népek összefogjanak a háború, a járványok és az éhínség leküzdésére. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy minnyáj előtt és bátorítás nyerünk a feltámadás hitéből. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy betegeink időben részesüljenek Jézus vigasztalásában és a szentségek kegyelmében. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy Jézus szavai erősítsenek minket, amikor szeretteinket gyászoljuk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Könyörögjünk mennyei Atyánk, te szent fiadat az élet és halál urává tetted. Segíts kegyelmeddel, hogy a lelki halálból mindig fel tudjunk támadni, és földéletünk után részünk legyen az örök életben, Krisztuson munkálattal. Amen. Mert valóban méltós, igazságos, illő és ütős,
hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi úrunk szentséges atyánk, mindenhol török Isten, Krisztus a műnök által. Ő, mint valóságos ember, megsiratta barátját Lázár, mint örök Isten, feltámasztott őt a sírból. Az egész emberiséget is megszánta, Susvéd szentségé által új életre támasztott minket. A te fölségedet által imádják az anyagok, kik szín szület nélkül örvendeznek színed előtt, add kérünk, hogy az ő szavukkal a miénk is eljusson hozzá, időn velük együtt újonva mondjuk, és ég nélkül zenjük. Üdvözítő parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk.
Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy itt valamodból mindenkor bűn és baj nélkül élünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökkön. Amen. Urunk Jézus Krisztusra azt mondott a apostolainknak, békességet vagyok rátok, az én békémet adok nektek. Ne védkeinket nézzed, hanem egyházat hitén. Őrjön meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. A Krisztus uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Érte lelkeddel. Köszöntsétek egymást a béke jelében. Oh,
könyörgünk. Kérünk mindenható Istenünk, add, hogy mindig élő tagjába vagyunk szent fiadnak, akinek testét és vérét magunkhoz vettük, aki él és uralkodik, mindörökké. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A Szent Mise véget ér, menjetek békével. Istennek legyen hála. Thank you.